Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igény. Aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül, hallottuk az evangéliumban. Kedves testvérek, karácsony történetében Isten felénk irányuló, végtelen szeretetét ünnepeljük meg évről évre. Isten emberré lett, hogy megkezdődjön a mi megváltásunknak a csodálatos története. Hiszen az emberiség a történelem kezdetén a bűnnel nemet mondott az Istennek a jelenlétére, az Istennek a közösségére. Olvassuk ezt képes beszédben a Teremtés könyvében. Az Isten szeretete azonban nem hagyta, hogy a szabad akarattal megajándékozott ember sötétben maradjon, hanem elküldte egyszülött fiát, elküldte fiát a gyarló és esendő emberekhez, gyarló és esendő testben. Isten emberré lett, hogy mi mindannyian, én személyesen is az Isten gyermeke lehessek. Karácsony ünnepe után, rögtön karácsony másnapján egyházunk Szent István első vértanú példáját állítja elénk. István, aki diakonus, aki Jézus közösségéhez tartozik, megtapasztalta ebben a közösségben az Istennek a jelenlétét, hogy valóban az Isten fia van jelen. Megtapasztalta Jézus feltámadását, megtapasztalta az ő csodáit, az ő csodálatos irgalmasságát, a bűnösökhöz való odafordulását, és azt a végtelen szeretetet, amellyel Isten vissza akarja vonni az ő közösségébe az embert, amellyel minket is meg akar hívni erre a kiengesztelődésre, amely Jézus Krisztusban megjelent itt a földön. Megtapasztalta István Jézus irgalmas szeretetét, és azt a szeretetet, amely mindent áthat. Erről a szeretetről tett tanúságot, akkor is, amikor életét adja az evangéliumért, az evangélium szellemében, képes Istenre bízni az ő életét. És ami még jobban hitelesíti az ő elköteleződését, képes volt imádkozni azokért, akik dűvel, erőszakkal, hamis tudattal elveszik az ő életét, akik a gyilkosaivá válnak. Mit üzen számunkra
István vérével megvilágított karácsonyi ünnep. Nekünk keresztény embereknek újból és újból, napról napra meg kell élnünk, hogy Istennek a szeretett gyermekei vagyunk. Sokszor beszélünk arról, hogy karácsonyban az Isten szeretete jön közénk. De vajon mi, mit válaszolunk erre a szeretetre? István válasza az egyik. És nekünk is újból és újból választ kell adnunk a saját életünkben, a saját életünkkel. Vajon mi a válaszunk, mi a mi válaszunk a közénk jövő Istennek, a megjelenő szeretetnek? Egy holland teológus és lelkipásztor a Tékozló fiú hazatérése című művében írja le a következő sorokat. Az otthon igazából a lényem központja, ahol hallom a hangot, mely azt mondja, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Amikor meghallom ezt a hangot, tudom, hogy otthon vagyok Istenben, és nincs mitől félnem. Mennybéli atyám szeretett fiaként, ha sötét völgyekben járok is, nem félek a bajtól. Szeretett fiúként képes vagyok betegeket gyógyítani, halottakat feltámasztani, leprásokat megtisztítani, gonosz lelkeket kiűzni. Mivel ingyen kaptam, ingyen is adom. Szeretett fiúként szembeszállhatok, vigasztalhatok, figyelmeztethetek, bíztathatok anélkül, hogy visszautasítástól kellene félnem, vagy helyeslésre lenne szükségem. Szeretett fiúként üldözés szenvedhetek anélkül, hogy bosszúvágy ébredne bennem, a dicséretet pedig anélkül fogadhatom, hogy saját jóságomat bizonygatnám vele. Szeretett fiúként kínozhatnak, vagy akár meg is ölhetnek anélkül, hogy egy pillanatig is kételkedhetnem kellene abban, hogy a félelem sugárzó szeretetnél, ahogy a felém sugárzó szeretet erősebb a halálnál. Szeretett fiúként szabadságomban áll élni és életet adni, s az is, hogy meghalljak, miközben életet adok. Kedves testvérek, ez a teológus nagyon szépen megfogalmazza számunkra azt, hogy mit jelent szeretett fiúnak lenni. Mit jelent az Istenhez tartozni? Hogy az Isten szeretete az olyan erőt és olyan békét adományoz az embernek, amely szabadságra hív minket. Szabadok leszünk. Szabadok leszünk az üldözésben, szabadok leszünk abban, hogy nem kell félnünk attól, hogy mások megítélnek bennünket, és szabadon tehetjük a jót, anélkül, hogy mi magunk elbíznánk magunkat, hiszen sokszor arra a téves útra tévedünk, amelyben azt gondoljuk, hogy mi jók vagyunk, mi megcselekedtük a jót, megtartottuk a törvényt, és ezért nekünk jutalom jár. Pedig a jutalom, az érdem, az az Istené, hiszen nem lennénk képesek megtenni mindazt a jót, amire hív minket az Isten, hogyha ő nem adná meg a kegyelmét számunkra. Kedves testvérek, akkor tudjuk hitelesen Istenre bízni az életünket, ahogy azt tette is Szent István vértanú, ha elköteleződünk Isten mellett. Ez azonban nem a hagyomány és szokás alapján kell, hogy álljon. Kevés az, hogy engem megkeresztelnek, hogy én minden vasárnap ott ülök a templomban, jobb esetben még napjában többször imádkozom. Hanem mély tapasztalatot kell átélnem az Istennel. Mély közösséget, mély tapasztalatom kell, hogy legyen,
időről időre az Istenről, meg kell tapasztalnom azt, hogy én az Isten szeretett fia vagyok. Szent István első vértanú, és igazából minden egyes szentünk, aki életét adta Krisztusért, vagy éppen azok a ma szenvedő keresztény testvéreink, akiket üldöznek, akár a Közel-Keleten, Afrikában, vagy nem kell talán messzire mennünk, akár itt Európában is, ők mind azért tudják elviselni a szenvedést, és azért tudják életüket adni ma is, a mai korban is Istenért, mert mélyen hiszik, és nem csak hiszik, hanem meg is élik ezt, hogy ők Isten szeretett gyermekei. Hogy hangzott felettük a szózat, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kérjük ma Szent István első vértanú közbenjárását, hogy nekünk is nyíljon meg a szívünk, nyíljon meg a szívünk minden nap, és élő legyen bennünk az a hang, amely hangzott, amikor megkereszteltek bennünket, és mindig hangzik hozzánk, és talán keresztény életünk egyik legfontosabb igéje, öröm hírünk egyik legfontosabb tapasztalata. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Amen.